Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Hubian vagyok. Már lépek is be, ugye mára volt megbeszélve az esküvő, sajnos eddig nem ment zökkenőmentesen, ugyanis már több egyére dobott le. És amikor végre elkezdhettük volna az egészet, akkor kiírta, hogy nincs nálam az eljegyzési gyűrű, azt teljesen elfelejtettem kivenni a raktárból. No, azt mondja, a párom neve Mitsuki, most neki is be kell írnia. Gratulál... Nem kellett beírnom. Na mindegy. Kérdezz, hogy elfogadod. Jó, hát azt mondja, hogy egy kicsit várnunk kell, és majd bevisz minket. Hát ideje lenne már. Á, és tényleg így van. Már megyünk is befele. Szépen végig sétálunk a... Most megint ledobott? Ezt nem hiszem el. Hát ilyen nincs. Hát, nekem valahogy ez nem akar összejönni. Tehát ezt nem hiszem el. De már körülbelül úgy harmadjára vagy negyedjére dob le, úgyhogy ez így jól kezdődik és jól halad. Az előzőnél is ez voltam, emlékszel? Milyen előzőnél? A Mekinesnél. Ja, én a GF-re már emlékszem. Akkor is volt ilyen, mert mondták, hogy hol a szökik a férfi, vagy... Na. Na, jelentkezek vissza. Várjál. És kirakott? Ez most... Ja, de ilyenkor azt hiszem visszarak rögtön. Remélem. Ciki lenne, hogyha... Nem rakna vissza. Nem rakszolok a saját esküvőjén. Ja. Na, most ilyen komolyan? Ez most komoly? Ide kirakott? Házassági hiba. Hát igen, szeretnék, csak nem tudok, mert nem rak be. Na király, végre. Itt vagyok. Ó, itt van még Mitsuki is megvárt. Közben egyébként beveszem csoportba. És mutatok majd valamit. Egyenleteset teszem majd, mert biztos így sokat küzdünk. Várjál meg! Én megvárlak, gyere! Na, háromra induljunk. Egy, na, várjál! Három, kettő, egy, most! Hát még így is előtted vagyok. Azt hiszem van bent lila, ha jól emlékszem. Hát 240-nel szaladok. Menjünk, menjünk. Ja, tényleg az nekem is. Mellettem. Én melletted megyek, te látod rossz. Az igen. Itt azt mutatja, hogy én megyek elő, nálad meg azt mutatja, hogy te mész elő. Én várok. Tessék, még szívecskét is kapsz. Menj már előlünk! Dreadway az úton álló. Ó, micsoda! Sorfalat álltak itt az emberek. Na gyere közben. Á, nincsen. Na most meg te laholsz elő. De nem baj, jó ez így, mert így is úgy is lehagylak. Ó, és már házassági, vagy mi ez, jegygyűrű, már meg is kaptuk egyébként, amit valahova le fogok ide rakni. Például ide. Kicsit átrendezem itt a dolgokat. És azt mondja, hogy mit akartam oda... Ja, itt vagyok, jövök. Bocs, csak nagyon rendezek. Na jó, akkor esküvő szervezőnél rákattintunk arra, hogy esküvő elkezdése. Mi van? Szakmai formalitás. Hát jó, akkor megadom, hogy Mitsuki. Légy szíves, fogadd el. Gyorsan, mert időre megy. Igen. Most kiixelted, király. Akkor ez most nem tudom, most remélem, hogy nem fog kidobni. Ezt mondani, na mindegy. Megpróbálom. Nem megy még egyszer. Ezt nem hiszem el, most... Ugye nem lesz vége? Mire? Most mi történt? Benyomtom, hogy kezdjük el az esküvőt. És elkezdtünk? Én nem tudok rá kattintani megint. Ja! Kicsit belassult nekem. Ó, hogy tapsolnak itt össze-vissza. Na. Adok neked egy ilyen virtuális csókot, hogy mindenki megnyugodjon. Nem tudok, mert partnerem beleegyezésére is szükség van. Nem tudom, hogy kell beleegyezni, fogalmam sincs. Szerintem nyom be te is, aztán... Hát én nem tudom benyomni. Választja. Ja, igen, ki kell választanod. Ó, oh. Oda ne rohanjak. Mert? Hát ez nagyon jó. No.
Írogatnak itt vicces dolgokat. Jó, tényleg táncoljunk valamit. Van zene? Elvileg van zene. Ja, azt lehet külön be kéne kapcsolni. Ó, tényleg be kéne kapcsolni. De most nekem megint ott megy az esküvő elkezdése. Hát... Akkor várja, most ne nyomj semmit. Beírtam a neved. Most ezt fogadd el. Lol. Mi a fene? Három ját... Az igen! Vagy mi ez? Lol, harmónia nyaklánc. Te mit kaptál? Harmónia fülbe való? Az igen. Na, királyság. Fuha. Azt mondja, hogy... Ó, ezt valamelyik GM-től kaptuk, hogy sok boldogságot az ifjú párnak. Azt mondja, hogy... Séd, hol vagy? Köszönöm szépen. Én is mindjárt nekiállok itt táncolni, csak le vagyok maradva, mint a borra való. No, azt mondja, hogy... Azt mondja, hova ment a nász nép. No. Hát ez mondjuk tök jó, hogy kaptunk ilyen szerelem valamit. Egyébként mit lehet itt csinálni? Legyen naplemente. Miért? Nem szeretnél ilyet? Ha neked tetszik, nem. Mondjuk most már nem lehet kikapcsolni, úgyhogy mindegy. Ezt elszúrtam. De várj, akkor zenét be lehet kapcsolni? Bekapcsolom. Na most ezt kipróbálom, hogy hallatszik-e. Aha, hallatszik, szóval király. Azt mondja, hogy mi van még? Havazás, legyen havazás. Már igazából nyár kellős közepe van. Jó van, akkor az nem lesz. Akkor ezt bezárom. Ez micsoda? Ó, hát Johnny nagyon kedves vagy, de igazából ezt a kalapot nem tudom hasznosítani igazából. Mindjárt vissza is írok neki, csak benyomok közben valami gyors táncot. Azt mondja, hogy ki vagy, hogy vagy, itt vagyok. Kedves tőled, de sajnos nem tudom használni. De ez ajándék, ezt fogadd el. Mert PvP-re. Nem fogadok el. Tehát, ugye ezt már mondtam egyszer, hogy nem fogadok el olyan dolgot, amit nem tudok hasznosítani, mert ez most... Ez az esküvő. Az esküvőről is küldeszik el, hogy ez nem tudok hasznosítani. Ja. Ja, hát mindegy, csak... Ja, mondasz valamit. Jó, oké, legyen. Jó, tényleg így. Egyébként a Rumble-ből volt, igen. Ó, én is üdvözlöm őt. Jó. Egyébként ne használjuk majd el se a nyakast, se a fülest, mert ugye az már csak 100% szerelmi ponton váltja ki a hatását igazán. Azt nem tudom, tudod-e? Nem, de közben elnézést kérek mindenkitől, akinek a chatben való írását nem veszem észre. Na várjunk, megint benyomok valami. Gangnam Style, jó lesz ez. Azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy még itt hol bent. Esküvőn, hogy van? Esküvőn vagyunk. Jó, na, még itt táncikálunk össze-vissza, még azért ezt a két üzenetet megnézem. Azt mondja, hogy Triton plusz hetet akar nekem adni. Mi ez a csak hullám? Nem, köszönöm. Hullám? Ja, a tűzijáték. Ó, bakker, azt nem is vettünk. Bakker, pedig vehettünk volna, de jó ötlet. Van, tehát... Tűzijáték, hol van? Ez mi? Mi, hol? Megváltozottad? Igen, az neki tűzijáték, ő vett mapegyön. Ja. Azt lehet venni egy külön NPC-nél.
Na, közben, miközben itt nagyban táncikálunk, meg mindenféle dolgokat csinálunk, lesmárolom még egyszer, mi cukita. Nagy. Nagy táncikálás a közepette. Szóval az a lényeg, hogy kicsit beszélnék arról, hogy az elmúlt időszakban mi történt velem, mert nem videóztam el mindent. Szóval, sikerült beújítanom egy ilyen lélekövet, igazából nem vágytam rá, vagy nem szerettem volna, megláttam mapedjen, én olcsónak tartottam, viszonylag olcsónak, meg igazából nem nagyon láttam még öveket, úgyhogy úgy voltam vele, hogy végül is oké, nem tudtam, mi kell hozzá, akkor még ha ezt tudtam volna, akkor nem veszek. Ugyanis kiderült, hogy energiatöredék kell hozzá, úgyhogy most valószínűleg azt fogom csinálni egyébként, hogy gyűjtök egy férfi lazuló plusz 9-re, és az ugye olyan 1,8-2,2 milliárd körül van. És ugye ahhoz akkor nekem nincs szükségem majd energiatöredékre. Egy yang, ez az! Az az egy yang azért, na pont az hiányzott a 221 yanghoz, én már, aha, tudta. Szóval az a lényeg, hogy... Az a lényeg, hogy gyújtani fogok inkább, és akkor ugye, akkor nem kell nekem az energiatöredék, és akkor az energiatöredékeket pedig fel tudom használni az övre. Úgyhogy most ez a tervem, aztán ami még történt. Lássuk, mi ez? Mi történt? Folyamatosan egy ilyen mutat dobálva. Ja. Hát figyelj, most még ezt egy milliószor elsüti, akkor lesz egy millió jangú. Igen, itt közben az egyik játékos írt, hogy nem válaszoltam neki. Ezt majd, hogyha megnézi a videót, akkor innen ő is láthatja, majd szembesülhet vele, hogy azért, mert kb. 4-szer dobott le eddig. Úgyhogy sajnos elég sokan írtatok rám, és nem is tudom, hogy kik voltak azok, mert ugye ledobott, tehát nem láttam a PM-et. Úgyhogy sajnos ez a helyzet. Azt kérdezi, hogy csak annyit kérdeztem, mikor lesz új vidi. Éppen most készül a házassági videó, ami holnap reggel lesz feltéve. Hát a kutyánkat hogy hívják? Hát nem tudom, hogy erre válaszoljak-e igazából, ez már közel sem a Metinnek a témája. Úgyhogy Micukival közös megegyezés alapján visszakérdezünk, hogy miért kérdezed a kutyus nevét. Hoppá, mindegy, kicsit elírtam. Én gondolom, egy néző lehet. Ja. Azt mondja, csak kíváncsiságból. Hát én nem tudom, mi legyen igazából. Megmondom ezt, de annyira nem szeretem az ilyen kérdéseket, mert azért ez mégiscsak magánélet, tehát más az, amikor Metiről van szó. Na mindegy, akkor ezt az egy információt elmondom neki, de semmi mást. Szóval leírom neki, hogy Sofinak hívják a kis kutyánkat. Micsoda, a háta mögött, igen. Hoppá, közben itt irogatnak össze-vissza. Hozz még sét tűzi játékot, azt írta. Én meg közben mindent elírok. Azt mondja, hogy maradjon az opt benne. Azt mondja, hogy hát szerintem ne. Bár aztán fene tudja, mert végülis van benne 20% XP bónusz. A 20% XP bónuszon kívül nem igazán jó. Miért? Mi történt? Ja, hát én csak válaszolgatok. No, elnézést kérek mindenkit, hogy rövid szünet után újra itt vagyok. Közben elnyomogatom ezeket a tűzi játékokat, amiket Shade hozott. No, ugye volt szó arról, hogy nem igazán tárgyaljuk ki a magánéletet, de mivel sokan kérdeztétek már privátban, játékban, Facebookon, mindenféle helyen, hogy Micukival nekünk mi a közös pontunk, vagy én nem tudom, hogy fogalmazzak, szóval, hogy mi hogyan is vagyunk így
összefoglaló jelleggel. Az a válasz erre, hogy mi nem tesók vagyunk, amit sokan tippeltetek, hanem maradjunk egyben egy élettársak, mivel együtt élünk. Most szeptemberben lesz 3 éve egyébként, hogy együtt vagyunk, és lassan 2 éve élünk együtt, vagy már több mint 2 éve, nem is tudom. Egy éve? Hát akkor másfél inkább, mert valamikor tavasztájéken. Áprilisban. Áprilisban, igen, tehát olyan lassan másfél éve lakunk együtt. Úgyhogy ez a mi kis történetünk, úgymond. Hoppá, itt közben kérdeznek valamit. Oké. Igazából ennyit érdemes. Aztán lényegében ennyi. Ez jutott még eszembe. Köszi, Sissa. Hát ez jó. Bocsi, csak nem akartam, most vagyok ilyen. Ja. Hát nem baj, a farmot nem is kell. Hello. Azt mondja. Csímél. Most kim veszeked meg? Shinobi adni akar nekem egy véres nemere pecsétet, amiből van még 1 óra. Nem kell. Még villog vele 1 óráig. Egyébként érdekes, mert véres nem erepecsét, de mégis Razadornak az ikonja van rajta, de mindegy, annyi baj legyen igazából. Ó, Shinobi, köszönöm szépen az energiatöredéket. Ez sokat fog segíteni, mert ugye mondtam, hogy egy lélekkövet majd húznom kell, úgyhogy... Köszönöm szépen. Menj, azt hiszem, hogy a lélekövemhez nem is tudom mennyi kell, 200 darab pont. Hát próbáljuk meg. Sikeres volt. Úgyhogy köszönöm szépen. Shinobinak innen is üzenem, hogy miatta sikerült. Úgyhogy 1000 hála. Most már 2 slot elérhető, ez az. Király. Ja igen, ott volt az energiatöredék. Jó. Ja, na, mondani akartam pár dolgot. Szóval... közben igencsak megcsappant itt a közönség. Nem tudom, mennyi az idő, mindjárt megnézem. Ja, ott is mutatja, 26, még fél óráig lehet benézni. Szerintem egyet hirdetek, hogy... Huvian... Mitsuki... Esküvő... Még 30 perc... Várunk mindenkit. Szeretek rád. No! Szóval azt akartam mondani, hogy opá, közben a mennyasszony meglógott. Bocsi, de mindenképpen. Itt lógott, csak meglógott. Hát akkor én is átjövök, most már nem különcködök. Én is idejövök a társasághoz azt nyom. Mennyi egy szuki. Oké. Okay. No, akkor az első dolog, amit szerettem volna mutatni, hogy időközben húzigáltam a vezetés képességemet, mert ugye Mitsuki már egyre közelebb ér hozzám, lassan be fog érni. Ez azt eredményez, hogy végre együtt tudunk majd játszani, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy legyen egy jó kis vezetés, meg persze DC-be, DT-be is azért igencsak jó, hogyha többen megyünk. Úgyhogy G3 is sikerült felhúzni, nagyon-nagyon-nagyon sok űzőt, koncit, meg... Igen, csak ezt a kettőt vettem, mert az öreg szivarnál lehetett a KK, vagy KK-kat, azok a könyveket. Úgyhogy... Köszönjük. A cipőjének a ringását, oké. Okay. A cipő. Ja, a cipőjének. A cipőjének is van ringása, hidd el, hogy... Tehát ránézek a cipőmre, és ha én azt akarom, akkor az is ring, hogy tehát... Hogy tudják a szöveget, hallod? Én csak ennyit tudok, amit leírtam. Ja, hát igen. Jó! Mit szeretnél adni, Shinobi? Na, még 10 focit is. Ja?
Az igen, így már van 62 darab focim, 109 jégkockám, amit javarészt mondjuk szintén tőletek kaptam, legalább 50 darabban tőletek. A pokelabdából, meg még, az, még amikor volt event, akkor onnan maradt meg, semmit nem nyitottam ki, úgyhogy azok még onnan vannak. Közben egyébként megint 19 darab forgató összegyűjt, úgyhogy forgatni fogok. Egyébként még ebbe a videóba, ugye a házasságon kívül még mást is terveztem, úgyhogy most, hogy a kezdeti fellángolások egy kicsit visszább hagytak, és viszonylag sokan elmentek azért. De nem, tehát, na, szóval nincs ehhez köze annak, hogy most leállítom a videót, viszont ugye egy órás lesz az esküvő, miben maradunk végig, na most már 20 perc eltelt, és még szeretnék azért még jó néhány dolgot csinálni, mutatni, meg egyebek. Úgyhogy most ezt az esküvős dolgot egy kicsit átugorjuk, hogy kicsit jobban tudjak veletek is foglalkozni, úgymond, és akkor, hogyha vége az esküvőnek, akkor jövünk vissza. Ja, és még, ja, jó. Oké, közben eszembe jutott, hogy a vezetést azt elmondtam, de még a másik dolgot nem mondtam el. Ugyanis a vezetésem akkor G3, és mindenféle bónuszokat oszthatok ki. Támadóérték 62, meg mi ez, támadósebesség 5%, meg 1300 TP. Készségidő tartam 44 másodperc. Hoppá. Most elvettem tőled véletlenül, ez most mi? Ugye nem mondott, hogy megint ledobott, most nem tudok kiadni. Na most ezt nem értem. Mi az, hogy védőnek kinevez, de nem kapsz bónuszt? Na mindegy, ezt nem értem. Na jó, mindegy, nem is lényeg. Szóval ez az egyik, a másik pedig a képességeim. P-s lett a forgókard, ezt nem tudom, hogy az előző videóban elmondtam el, mert nem tudom mikor lett meg pontosan, de az a lényeg, hogy P-s lett a forgókard. Szerintem egyébként mondtam, de mindegy, mutattam már. A száguldásom pedig G9-es, ez nagyon rosszul olvasott. Azt képzeljétek a G6-ról. Azt hiszem 14 darab lélekkővel ment föl G9-ig. Tehát az azt jelenti, hogy 12, 14, 15 darab, valahogy így 12, 15 darab maradjunk ennyibe. Abból összesen 3 sikerült, szóval az nem túl jó arány. Úgyhogy koncentráltal, tehát alapból nem lenne rossz arány, csak koncentráltal az egy kicsit durva. Úgyhogy... nyitott kapcsolat? Hoppá, már valamiről levaradtam. Én nem tudom, miről beszélnek. Nővérkedem. Mennyasszonyt is kérdezik, de miről? Nem ér. Húha, nagyon lemaradtam. Hát kérdeztük, hogy van nővéred. Ja. Engedély megcsaljam, oké. Szóval így állunk a képességgyaránt. Még ezt akartam csak elmondani, és akkor átugorjuk a maradék házasságos részt. És még megint megszakítom a saját kis szünetemet. Még szeretném elmondani mindenkinek, aki eljött az esküvőnkre, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük a jó kívánságokat, és köszönjük az ajándékokat is, amivel megillettetek. Úgyhogy így nagyon jó volt, hogy itt voltatok ennyien. Úgyhogy köszönjük nektek, aztán akkor... Na, most már tényleg megyünk tovább. No, most a vége az esküvőnek. Eljöttünk Flopanerrel DT-zni, vagyis DC-zni akartunk menni, csak sajnos... Kifogyóban vagyok a zsugorított fejjel, és neki sincsen sajnos, úgyhogy feljöttünk egy gyors DT-re, hogy legyen zsugorított fej. Úgyhogy most ez van. Az egész DT-t biztosan nem fogom így levetíteni nektek, mert nem egy izgalmas dolog, igazából elég unalmas, úgyhogy valószínűleg csak jeleneteket, vagy pedig a kaszást fogom majd mutatni. Most egyelőre egy kicsit még maradunk. Ja, meg hát igen, tehát sajnos az a baj, hogy ha már egy ideje be van kapcsolva a gép, akkor a DT-t nem igazán szereti. Hogyha videózok, akkor meg aztán végképp nem. Ezt észrevettem rajta sajnos. Nem igazán kultiválja szegény, úgyhogy sajnos ez a helyzet. Aztán, hogyha majd lementünk DT-ből, ha eszembe lesz még akkor lesz, lehet, hogy lesz egy gyors nyitogatás is. Mert van már 62 darab foci, meg ugye, hát amit mondtam is igazából, hogy sok-sok foci, pokelabdából van egy, amit be tudok váltani, jégkockából is van 5 darab, úgyhogy ez a helyzet. Aztán igazából ennyi. Hogy állsz a méreggel? Eladtam már a mérget. Ugye erről már volt egyszer szó, hogy azért adtam el igazából a plusz 6-os mérget, mert igen, tehát pont ezt akartam mondani, hogy nem fogok készen venni. Jó nekem a harag.
Ezt akartam igazából én is pont mondani, hogy csak ki kéne cserélni közben a hajat. Hogy nem igazán akarok már húzigálni, tehát már meguntam, egyszerűen nincs kedvem, meg sokszor nem sikerül akkor észbe tartani, hogy melyikhez éppen mi kell, akkor hogyha húzogatom, nem sikerül, visszatöri, stb. Jó pénz, lehet, hogy van rá, de sokszor elfogynak azok a cuccok, amik kellenek hozzá mapedjen. És azért az idegörlő tud lenni az az érzés, amikor mondjuk kell egy kis szintű fejlesztés mondjuk hozzá, mint békacom vagy ilyesmi, és azt ugye én már nem tudok ütni. És csinálnám, de nem tudom csinálni, és én ezt nem szeretem, tehát ebbe beleőrülök kb. Úgyhogy inkább maradjunk annyiban, inkább készen, úgyhogy eldöntöttem ezt a lazulót is, hogy inkább gyűjtek egy plusz 9-es, nem is kell quillim, meg nyakas, meg semmi, nem kell. Összegyűjtök kb. 1,8 milliárdot, vagy kettőt mondjuk. Ugye alapvetően, ha a séből számítom át a lazulónak az árát, akkor plusz 9-esen átlagban 2,2 milliárd lenne elvileg, mert ugye 4400 sé, ha jól emlékszem. És ennél ugye van, aki olcsóban adja, mert ugye aki nem séért vette, hanem sikerült neki kihúzni mondjuk olcsóbban, az ugye olcsóban el is adja. Tehát lett volna lehetőségem egyébként 1,6 vagy 1,8 milliárdért venni egyszer, csak ugye akkor még közel se volt ennyi pénzem, és esélytelennek tűnt, hogy én azt megvegyem. Hát igen, azóta egy kicsit megbántam, mert ugye akkor jó, akkor tehát jó lett volna megvenni, csak hát pénz ilyen, igen, így nem nagyon volt rá lehetőségem. Közben felveszem azt a jégkockát, most ez nagyon gyűjtögetem, mert ugye abból is nyílhat lazuló egyébként. Ha valami isteni csoda folytán nyílna egy lazuló, mondjuk tegyük fel, akkor lehet, hogy kihúznám egyébként, bár akkor is lehet, hogy jobban járnék, hogyha eladnám, tehát mondjuk mit tudom én, nem, ilyen 400 milla körül lehet talán a plusz nullás, legalábbis én azt gondolom, hogy annó, amikor az event volt, akkor még annyira láttam, most ugye ajánlottak nekem is egyet, hogy lenne normális áron, azt írták, lazuló 600 milláért, igazából én azt mondom rá, hogy az kicsit drága, igazából folyamatosan változnak az árak, mivel ugye lazulója akkor van az embereknek, hogyha van event, tehát persze most megint van event, és gondolom, hogy amiatt ilyen kicsivel drágább. Hoppá, Kárpa, miért akar kilépni? Mi történt? Úgyhogy ennyi a lazulóra vonatkozóan. Aztán én meg azt nézem, hogy maradt-e máshol. Hát most Kárpa nem tudom, hogy miért akar kilépni egyébként. Ezt nem értem. Na mindegy, hát nagyon sajnálom egyébként, na mindegy. Kár, hogy kilép. De hát, ja. Egyébként a C-ben megint maxon vagyunk egyébként. Állandóan maxon vagyunk. Nem tudom, hogy kik szoktak kilépni, vagy csak a C-hünk növekedett nemrég, vagy én nem tudom, de folyamatosan változik a létszám, hol ugrik, hol nő. Általában maxon van egyébként, de ugye még pár videóval ezelőtt mondtam, hogy sokan írtok rám, hogy szeretnétek csatlakozni, de sajnos nincs lehetőség rá, mert tele vagyunk, és ennek ellenére néha, amikor írtok, hogy szeretnétek jönni, akkor így nézem, hogy mégiscsak van a hely, úgyhogy gondolom, hogy sajnos kilépkednek emberek. Hát sajnálom őket, de hát ha ők így érzik jónak, akkor persze nyugodtan. Ja, hogy befejezi a játékot. Bakker. Hát ezt sajnálom, sajnos. De tényleg. Párszor voltunk vele DC-zni is. Azért. Jó lett volna, hogyha nem hagyja abba, de hát mindegy. Na jó, most ezt egy kicsit átugorjuk, ezt a részt, sajnos ez tényleg szomorú igazából. Nem annyira szeretem, mikor így valaki abbadja, főleg aki úgymond közelebb állt hozzám. Mert hát azért rossz érzés, főleg amikor tényleg voltak olyanok, hogy BC és még az elején, meg Feed Me ugye, hogy abba hagyták, és főleg azt, hogy a C tagjai, tehát na mindegy. Most erről ne ejtsünk több szót, mert sajnos ez inkább a szomorú téma. Mit akartam még?
Valamit akartam még, nem tudom. Viszont én azon gondolkoztam, hogy ha gyorsan lecsapjuk itt az összeset, akkor én közben megpróbálkozok. Azt hiszem van nálam zembab, ja igen, 90 valahány darab. Gyorsan megpróbálkozok a szágúdásnak a fölhúzásával, ugyanis szeretném minél előbb kihúzni P-re. Ugyanis, hogyha meg lesz P-s, akkor ugye a lélekövezést elfelejthetem egy jó darabig, ugye amíg nem leszek meg 86-os, mert ugye akkor fog átváltani a három irányú MS-re. Ahhoz is már megvan mind az 55 könyv, és ezt kb. Mind tőletek kaptam, úgyhogy nem semmi. Meg nem is MS, de már az összes könyv megvan hozzá. Úgyhogy jó lenne, ha a rangom egy kicsit fölfele ívelne, mert ugye a dropba igencsak számít. Ugye lovagiason talán 5%, ha jól tudom, és barátságos 1, 2, aztán 3. Mármint a jó nemes, meg a nem tudom melyik van még. Hogy is van? Barátságos, jó, nemes, meg lehet ültem már lovagiason, nem tudom. Ha jól emlékszem, akkor igen. És akkor utána már, ha meg lesz a három irányú, azt meg már kb. Annyi mindenem van, hogy instant ki tudom húzni P-re. Ugye lélekkőből most van, jó, hát lélekkőből nincs olyan sok, de hát addig biztos fogok még farmolni. Ja, tudom, miért nem tudok lélekkövet olvasni, mert nincsen ördögűzöm. Aha, már rájöttem, jó. Hát akkor most nem fogok olvasni. Hát igen, ez elég unalmas, ez tény. Azt mondja, hogy az új csontot, hát az új csont egyébként nem is tudom, mire jó. Na, az mondjuk jó. Hogy van szimbonging kulcsa, mert legalább akkor a nyolcadikon nem kell vacakolni. Szóval mit akartam, hogy... Hát nem tudom. Nem tudom, mindegy. Ó, köszönöm szépen. Nagyon. Na jó, hát mivel ez egy ilyen kicsit ilyen nyögvenyelősebb része a dolognak, ugye ez amikor itt egy helybe ölegetünk, és nem tudom húzni a... Hogy is van? Inkább ezt rakom ide ki. De sajnos nem tudom húzni a száguldást, ezért most akkor megtartjuk azt a rövid szünetet. Úgyis, hogyha feljutunk hatodikra, esetleg a hatodikon a... Mi az Isten? A démon király, vagy gonosz démon király. Hú, már nagyon, nem tudom már. Mindegy, nem is ez a lényeg. De azt hiszem gonosz démon király, vagy büszke démon király, mindegy. Majd annak a dropját megmutatom, bár igazából nem nagy szokott lenni. Eddig talán a legjobb dolog, amit kaptam tőle, az elit frizura láda volt, de mindegy. Jó az. Úgyhogy akkor a föntebbi szintekről majd jövünk vissza. Na itt is vagyunk a kövi emeleten, a hatodikon. Gyorsan lecsapjuk, vagyis hát akkor lecsapja Flopanera a démon királyt. Büszke démon király, na, tudtam, hogy jól emlékszem, nem gonosz, meg mindenféle büszke, azért mondom, nagyon büszke a tetteire. Gyorsan lecsapja, nem tudom, hogy ő szeretne húzni egyébként, mert ugye egyszer, ezt talán már mondtam is egyébként, hogy volt egy ilyen incidens, hogy ugye nem gondoltuk, hogy ugye többen mentünk, és nem gondoltuk, hogy bárki húzni szeretne. És vicces volt, mert azonnali hatája gyorsan ment, nyomtuk, hogy na, akkor menjünk is tovább. Aztán utána szentségelt az illető, hogy de hát én még húzni akartam, hát sorry. Nem tudtuk sajnos, úgyhogy így abból a dologból tanulva most már mindig megbeszéljük. Másik ilyen pekhes dolog meg az volt, amikor mentünk egy C-társal, és akkor még talán 60 valahányos lehetett, nem emlékszem pontosan. És rögtön sietni akart, és rákatintott a kovácsra, és írtam neki, hogy ne. De ugye akkor már késő volt, már elkezdte a szöveget, és végkattingat, azt kidobta. Csak ugye ő nem tudta, hogy 75 alatt nem lehet tovább nyomni a kovácsot, tehát mindenképp 75 pluszos karakternek kell rányomni a kovácsnak, ahhoz, hogy tovább menjen a DT. Úgyhogy ez egy kellemetlen dolog volt, és szegényt így kidobta. De hát most már azóta ő is tudja, hogy ez így működik. Na jó, ugye most megint meg fogom állítani majd, mert különben esélyem nem lesz megmozdulni se, tehát már most is egy icipicit akadós kedvében van, hát ha még jönnek majd a teremtmények. Azért ugye 70-es metint úgy ütni, hogy kb. Semmit nem látok, azért elég érdekes. Úgyhogy megyünk tovább. Ugye van Zimbongin kulcsa a Flopanernek, úgyhogy a 8. emelet ez egy pillanat alatt meg lesz, és akkor a 9. emeleten meg pedig verjük majd a kaszást.
Rögtön, remélem. Na, itt vagyunk a kaszásnál. Megpróbálok itt oldalazva menni. Remélem Flopaner is erre jön. Hát ő ennyire azért nem vacakol. Azt nézem. Ja, hogy itt a kaszás az orrom előtt, észre se vettem. Na most én úgy szoktam ütni általában, hogy ugye idejövök, és akkor leütöm a mobokat először. Mondjuk a Zimbongin kulcsot elrakom. Az jól jön, majd máskor is. Szóval leszoktam ütni a mobokat először külön, legalábbis a közelieket, hogy azok ne akadályozzanak. És akkor utána a távoliak azok már maradhatnak. Lehet, hogy most mindent leverünk itt a környéken, mert mégis úgy a legegyszerűbb egyébként. Bekapcsoltam az alkimiát is, csak állandóan elfelejtem kikapcsolni, megint elfelejtettem, és tök feleslegesen ment órákon keresztül, vagyis hát jó órákon keresztül nem, de egy-két órán keresztül biztos. Úgyhogy ezzel lesznek tényleg bajok, úgyhogy szerintem nem fogom megvárni soha a végét, hanem... Na, szerintem most már üthetjük. Hoppá! Ó, most mi történt? Beakadtam. Ne üssük. Na, azt mondja, a kesztyű fönt van. A rúfuszomat nem, le ott van, basszus. Gyorsan, 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 gyorsan. Ezt elő kéne hívni. Jó, elő van. Bakker erre az utolsó pillanatban elmegy. Ó, és visszatöltődött az élete, ezt nem hiszem el. Na, le is vertük, lássuk, mit kapunk. Az igen, birodalmi öv. Na, ilyet csak kaptam még. Az igen. Az kemény. Azt mondja, hogy... Az turva. Készségkárakkal szembeni ellenállás. Kék gyöngy, kaszásláda. Király. Na, hát ez jó volt. Nem tudom, hogy ő mit kapott pontosan. Mindjárt megnézem. Bár a már amennyit én fölvettem neki. Ja, hát nem sok mindent vettem föl neki. Vagy várjunk? Ja, de. Azt nézem, hogy fehér gyöngy, na hát csak elkapja. Na mindegy, azon kapott két zsugorított fejet, ugye eredetileg azért jöttünk fel, hogy a zsugorított fej meglegyen a DC-hez. Úgyhogy most akkor tudunk menni DC-zni is. Úgyhogy akkor megyünk oda. Ja, igen, a kaszásládát elfelejtettem kinyitni. Közben visszaadom a kesztyűt egyébként, mert elfelejtettem én hozni, és kölcsön kértem, de én vissza szeretném adni. Jó, szóval kinyitom a kaszásládát, amiben egy varjú acél plusz nulla. Na, ez mondjuk eladásra jó. Ugye még egyet már nem fogok húzni, mert már van egy, de... Ez jól jön a pántokhoz, úgyhogy ez mindenképp megy eladásra. Na visszalóholok akkor map egyre, és akkor csinálok egy ilyen rövid nyitogatást. Ja, egyébként amit még nem mondtam, szerintem, ha mondtam, akkor bocsánat, de nyitottam még egy legendás alkimiát, mégpedig Rubint. Ez sajnos csak 4 optos, viszont ja, ennek is 8 AK-ig lehet föltolni szerintem. Ugyanolyan igazából, mint az enyém, csak annyi, hogy védekezés van benne alapból, és nem támadó érték, és csak 4 optos, nem pedig 5. Szerintem nem fogom eladni egyébként, elpihen ott a raktárban, nem is nagyon tudom mennyit ér, igazából nem szeretném eladni, mert egész jónak tűnik. Tehát jó, persze az enyémnél rosszabb, de akkor sem fogom eladni, úgyhogy majd lesz vele valami, csak gondoltam, elmondom. Na. Itt is vagyok. Azt mondja, hogy opá, visszaszaladok a raktároshoz, a varjú acélt forgatom, hogyha összegyűlt már 20 darab forgató. Azt mondja, hogy... Na, lássuk. 32 AK. Van benne 5 ájulás, 5 crit, 5 mérgezés. Hát igazából ezzel az a baj, hogy mondjuk ha ugye most a pántom 5%-os, hát nem tudom. Mondjuk a mérgezés gáz. Sajnos az gáz, mert a bosszokhoz nem lenne jó. Úgyhogy hát szerintem ez megy még tovább. Azért 32 AK nem annyira hű, de nagyon sok.
Úgyhogy megyünk is. 19, 3, 4, mínusz 8, mínusz 4, mínusz 2, mínusz 1, 1, 33. Ebben van 10 ördög, 10 crit, 6 intelligencia. Hát a 10 ördög, ha mondjuk mit tudom én 10%-a számolom, az is csak 1, úgyhogy a 10 ördöggel sem megyek túl sokra igazából. Hát nem tudom, nem tudom. Hát a fene tudja. Végülis 33 AK-ból 5%-nál lenne hát másfél, gondolom, akkor két AK-ra jön neki, mondjuk mit tenni, 15%-nál meg lenne mondjuk 4,5 AK. Hát nem tudom. Nem tudom, ez elég gáz igazából, 33 AK, az talán még kevés. És igazából csak 10 ördög, 10 crit. Az a baj, hogy azért vacilálok, mert nem volt még, tehát most kétszer egymás után ilyen jó, és még ennyire jó se volt soha. Hát nem tudom, most nagy a dilemma. De is igazából az intelligenciaség nagyon kell, tehát 1% crit, meg 1% ördög, hát nem tudom. Hát a fene tudja. Tényleg nem tudom, most mit csináljak. Na jó, mindegy, én azt mondom, hogy maradjon. Megnézem, mi kell hozzá, ismeretlen talizmán, azt hiszem ez van nekem, majd húzom még. Most akkor marad egyelőre ez, mert nem tudom, hogy lenne ennél jobb. Most megint elcseszek rá ilyen 2-300 forgatót, akkor ez igencsak szép baleset. És egyébként azt nézem, hogy a betűkirakós eventből is tudok egyet, mert azt is kaptam egy darabot mindegyikből ajándékba, és így akkor lett egy nyitnivaló. Ezt gyorsan megcsinálom, aztán rohanok is a DC-re, mert közben rám várnak. Kiváltogatom a cuccokat, és akkor ugrunk egy picit. Jó, na akkor nyitogassunk is pokelabda, vagyis pokeláda. Abból nyílt nekem egy sárga harmat, 20 darab. A betűkirakós eventből jövő Pandoleum ládából egy sárkányisten élet van, 7 darab, az nem is tudom, igen ez. A sárga limonádé, abból 5 darab lett, ez nagyon jó, ebből nyílnak a férfi kosztümök, úgyhogy legyen a piros először. A pirosból különleges kell meg 2 darab. Na lássuk az 5 darab sárga limonádét, lila ital, dragor tekercs, kagyló, sárkányáldás és végül rózsaszín harmat. Hát ez sajnos nem nyűgözött le, de hát ez van. Akkor látsuk a 69 darab focit, ezt nem fogom szép apránként, hanem egyszerre kinyitogatom, aztán úgyis látjátok a leltárban, hogy mi nyílik. Azt mondja, látom már egy XP gyűrű már nyílt, tolvajkesztyű, közben ugorjunk át a második részre. Itt is látszódjon, életgyümölcs, az nagyon jó, napelixír is jött már közben. Kutatói elixír, 10 milliós aranyrúd, még egy XP gyűrű, napelixír, királyság. Jó, ezek egész jók. Akkor ezeket most kicsit így elrendszerezem, és rohanok is DC-be, mert közben, mint említettem, már várnak rám, úgyhogy igyekszem gyorsan vissza. Na, bejöttünk közben DC-be, és sikerült is kiütni a lélekristály kulcsot, és szerintem nem erre kéne jönni, hanem erre. Remélem, most egy kicsit eltévedtem, mert más úton előjöttünk, mint szoktam. De megvan a kulcs, amiből csak 4 perc van, úgyhogy jó lenne, oda találnék végre. Bár Flopaner is írta, hogy neki is megvan, de őt nem is láttam, úgyhogy most nem tudom, hogy hol van. Úgyhogy sietek. Mivel már amúgy is lassan 3-4 óránál járunk, ezért most nem fogom az egész DC-t levetíteni, hanem elmegyünk a bosszokig, és akkor a bosszokat, azoknak a leütését megmutatom, hogy bénázunk. Úgyhogy ennyi, most megyünk akkor kövi szintre, bla bla bla, és akkor jövünk vissza nem sokára. Na, itt vagyunk a Tartarosznál már. Sikerült. Ó, de csak ellök. Mindegy, még így is ott marad. Mondjuk egész szépen sebzem, azt nézem, pedig szerintem csak 40%. Igen, 40% élő halottam van. Azt hiszem, hogy ez ellen is az jó. Mindjárt meg is hal. Lacka egyébként nem tudom, hogy hova tűnt. Szegény szerintem rohangál. Opá, opá, opá. Hoppá, ne, pont a legvégén kilöktük. Gyere csak vissza. Na, meg is hal. Akkor ezt a grimaszoló totemet én még nem is én vettem föl. Jó, akkor király, mert pont ezt akartam mondani, hogy azt hiszem, hogy a legtetejére kell elvinni, de sose vettem még föl, meg sose csináltam, úgyhogy jobb is így. Úgyhogy akkor most megyünk tovább, azt hiszem, hogy a Sharon jön, ha jól emlékszem.
Na, itt vagyunk Sharonnál, már 50% körül van az élete, nagyon durván nyitjuk egyébként, alig kezdtük el pár másodpercet, tehát kb. Így oda néztem, bekapcsoltam a videót, és már 50%-nál járt, úgyhogy amit látjátok, már csak 15 van. Közben elszaladt, óha, így lehet, hogy ki fog pattanni. Most eléggé oldalról ütöm, az az igazság. Nem tudom, hogy a többiek mennyire érik el. Hát az, akkor van szerencse, ha beálljunk. Igen, az igen, ez egy kosztüm, egy hajrádát dobott, összvisz, amiben van egy szalsza ruha. Mitsuki nagyon örül, de már van neki. Legyőzte egy Sharont, úgyhogy a végső szintre megyünk. Nagyon jó. Akkor, Lacka már rohan is. Eszeveszetten. Na menjünk akkor mi is. Azt mondja, hogy igen, a kesztyű megvan, Rufus megvan. Na menjünk. Nem megyünk. Na, hát pár próbálkozás után sikerült most így beszorítani, és hát most viszonylag szedegetjük az életét, és nem is lököd el senkit, meg ő se ugrál kifele, úgyhogy így most egész jó. Hát persze az élete azért néha-néha visszaugrál, de hát az persze benne van a pakliba. Igazából az egyetlen bajom az az, hogy amikor így elugrál, tehát így nem fizikailag, hanem így vizuálisan, amikor így kiesik, nem tudom, hogy ezt miért csinál. Hoppá, most miért jött át erre az oldalra, ez így nem jó. Na mindegy, amikor így kiugrál vizuálisan, akkor ugye nem is sebződik, úgyhogy ez egy elég gáz. Mert ilyenkor csak rohan egy helybe a karakterem. Remélem, hogy így már jó lesz, mert az a baj, hogy ezekkel, hogy így egy-két tized másodpercre abba hagyjuk az ütést, vagyis hát legalábbis nem az, hogy abba hagyjuk az ütést, hanem nem sebezzük arra nagyon kicsi időre, az is sok kicsi sokra megy alapon azért. Ez is legalább egy 10-15 ezer, 20 ezer sebzés mínusz. Úgyhogy reméljük így is meg lesz. Na meg hát ez így rohangál, ez a kedvencem. Úgyhogy most így... Ne, mics, ne már! Ezt komolyan nem hiszem el. Na jó, hát most megint akkor megpróbáljuk visszaterelni a medrébe. No, másodjára sikerül 50% élet alá vinni Azraelt, viszont az előzőnél az volt a baj, hogy már olyan, hát 30-valány%-nál jártunk köböl, és kilökött minket is, és ő is kiszaladt teljesen, úgyhogy az király volt, hogy már célegyenesbe éreztük magunkat, és vége lett. Úgyhogy most rohamosan fogy az élete, már az eleje óta nem mozdul meg. Ugye ritkán tudjuk sebezni abból a szempontból, hogy állandóan így hátraesik, nem tudom, hogy miért találták ezt így ki, de mindegy. Úgyhogy elég nehéz, de ha nem lök el magától, akkor szerintem ez most már sinem vagyunk. Igen, közben nekem is lejárt az aura. Na, már 30% élet alatt járunk. Legalábbis jártunk egyszer, most megint levisszük mindjárt. Azt mondja egyébként, a Rufusom elő van, kesztyű fönt van. A Rufus. Már szerintem csak az enyém van elő. És el is rohan. Na, 10% élet alatt van már Azrael, még egyszer szerintem fel fog ugrani egyébként, igen. Viszont ezzel a körrel remélem, hogy meg lesz. És bízom benne. 5%. 4, 3, és megint visszaugrott, pakker. Gyorsan csapjuk. Azt mondja, hogy te kapsz egy dühöngőt, támadási sebességedet megnövelem. Kemény 5%-kal. A gyerünk megint 5% alatt van az élete. 3, 2, és megint visszaugrott, ezt nem hiszem el. Igen, ez az utolsó pillanat. Csak attól félek, hogyha megint valakinek lejár az aurája, akkor az úgy nem lesz jó. Na, sikerült leverni, ez az. Azrael, mágikus követ is dobott, az igen. Dobott egy pár dolgot, mondjuk értékes dolgot nem látok, megmondom őszintén. Közben jó lenne, hogyha felvennénk az utcokat, bár igazából az én nevemen úgy látom, csak lélekkő van, meg egy különleges kelme. Úgyhogy igen, két különleges kelme. Hát mondjuk megmondom őszintén, szerintem olyan értékes dolgot nem tudott. Jó, persze az Azrael ládája az nagyon jó tudsz, de ilyen új fejlesztést, meg mindenfélét, azt nem láttam mondjuk. Azt nem tudom sajnos venni. Hoppá, ki is dobott közben.
Na jó, igazából ez a videó ennyi lett volna, még annyit akartam, hogy a variációba beletöröm majd a var... Na, össze-vissza beszélek, szóval a pántomba beletöröm majd akkor a varjúacélt, aztán annyi. Ja igen, közben Flopanernek esett egy fém, és talán az volt a legértékesebb dolog szerintem, amit dobott, úgyhogy gratula neki. No, itt is vagyok, szóval akkor belerakom a pántba. Pántváltás, az mi? Ja, értem, oké. Okay. De most nem ezt kell, hanem a bónuszok abszorció, abszorbeállás, mindegy. Igen, szeretném. Azt szeretném, hogy le tudjam húzni azt a rohadt ablakot. Jó. Szóval, akkor berakom a... Na már nem tudom levenni. A fene vigyel. Na várjunk. Ez most... Ja, hogy laggolok. Pedig most nem. Na mindegy. Szóval megint abszorcióra nyomok. Vagy mire. Berakom a pántot. És a varjú a célt. Igen, tudom. Lesz benne... Ja, de ugye vagyok, dehogy rakom bele. Ú, bakker. De jó, hogy észbe kapok. Hát még fel akartam húzni plusz 9-ig, azért nem húztam fel. Aj, de megint szenvednem kell ezzel a felhúzással, na mindegy. Akkor ezt még húzni fogom egy kicsit. Körülnézek map egyen, hát ha van hozzá fejlesztés, aztán akkor most húzok egy keveset. Mert megnézem, hogy a rakiskarimnál milyen fejlesztések vannak, aztán meglátjuk. De ez már egy másik résznek a története lesz, vagyis hát most még próbálkozok majd vele, viszont a videónak egyelőre ennyi. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett. Én Hubian voltam, sziasztok!